No, Fonny, Lecci, no, micsina, Lecci, de ne add ide nekem, ne gyújtogass már felém, Lecci, de megbeszéltük. Megbeszéltük, nem? Amikor azt mondtad, hogy fel akarod tölteni a konyhát, hogy szeretnél elrakosgatni, meg mindenféle, akkor azt mondtam neked, hogy erre figyelj, Fanny. Itt a pénz, érted? Vegyél tejföld, vegyél mindent, amit jól érzed magad, vedd meg, Léci, viszont kérlek szépen, ezt mondtam indulás előtt, hogy tedd el a visszajárót. Igaz? Tehát, hogy amit én adok neked, abból nem kérek vissza, és ezt tudatosan csináltam. Fanny, ne fordulj el, Léci, na, Léci, jó? Nézzed ide bele a szememben, szeretlek nézni. Érted? Szeretlek nézni, mert ragyogsz. Érted? Ha rád nézek, egyszerűen szerelem van, boldogság van, és egyszerűen ragyogunk. Egyszerűen jól érezzük magunkat. Érted? Na, ide figyelj, Fanny. Hogy tedd el a pénzt. Tedd el, érezd te is azt a, hogy mondjam neked, a hatalmat. Érted? Amikor ott van a pénz, ott zözög, hogy zsizseg, egyszerűen jól érzi magát, ő is attól, mert veled van, mert te jól érzed magad, ettől a pénz is jól érzed magad, maga a pénz jól érzi magát, kihúzod magad, büszke vagy, mert érzed, hogy van. És ez látszik rajtad. Érted? Van még. Egyszerűen kisugárzik bele a világba. Érted, Fanny? Mert nehogy azt hitt, hogy régen nem volt ilyen 100 évvel ezelőtt, vagy mondhatnék több ezer évet is, hogy az emberek ott voltak, gyűjtögettek, így hongyáskodtak, érted? Érted? De gyűjtögettek, mint van az a mese, amit a meseköltő írt az a Flanton, La Fonfont, a tudod, Franciaországba megírta ezt a meseíró költőember, és megírta, és nem véletlenül lett világhírű. Csak teszem hozzá, hogy én ha ő életébe élnék, és folytatnám a folytatásos regényt, írást, ezt, magát a művet, akkor a tücsök hangyahoz, a írományhoz egyszerűen írnék tovább még. Tehát csinálnék egy második epizódot, ami pedig egyszerűen arról szólna, hogy gyűjtöget a hangya, de a tücsök nem fogy meg. Érted? Nem, nálam nem fogyna meg, mert ennek van igazán pszichológiája, hogy nem fogy meg, mert beosztja azt a icipicit, amilyen van, és a végén tücskösködik. Érted? Tehát a hangya, én azt mondom neked, hogy a hangya hangyáskodjon, és a tücsök néha tücskösködjön. Érted? Tehát igenis, hogy élje föl a spórolását, hogy ossza be azt a picikét, mert a hangyának, ugye, ahogy az folyton, az megy, az zsüzsög, az nyizseg, így csinálja a dolgát, viszont sosem tücskösködik. Érted? Sosem muzsikál. Érted? Érted, amit én erről akarok mondani? Fordni. Akkor tedd el. Léci, tedd el. Jó volt.